A gyermekek olyan foglalkozásokon vehettek részt, amelyek eddig ismeretlenek voltak számukra. A játékos feladatok mellett tájékozódhattak az egészséges táplálkozásról, a személyi higiéniáról és az erkölcsi normákról is. Azokat a területeket hoztuk el a gyerekeknek, amiben mi foglalkozunk. Emberkereskedelem megelőzése, elsősegélynyújtás, a Vöröskeresztről hallanak témát, higiéniai előadások voltak, egészségügyi preventív előadások. A foglalkozásokon résztvevő gyermekek étkeztetését az önkormányzat támogatta. Az önkormányzat a Népkonyha program keretein belül az elmúlt időszakban a rászorulóknak biztosította a napi ellátást, kivéve a hétvégeken, és így különféle körülmények között igyekeztünk jó gazda módjára eljárni, megmaradt fölösleget hasznosan fordítani arra, hogy az itt napi foglalkozást végző gyerekek kapjanak reggelit és ebédet. Az iskola második otthonnak tekinthető, ahol a gyermekeket nem csak tanítani, hanem nevelni is kell, mondta az iskola pszichológusa. Az mai iskolának nagyon-nagyon fontos az integráció, az individualizáció és minden gyermek egyéni bánásmódja. Tehát akár hátrányos helyzetű, akár tehetséges tanulóról, vagy egy átlagos tanulóról legyen szó, nagyon fontos a számunkra, hogy mindenki megtalálja a helyét az oktatásba, és utána majd ugye magába az életbe. A neveléssel a társadalmi életre kell ösztönözni a gyermekeket, hogy minél teljesebb felnőtt életet tudjanak élni.